Az indie piac viszonylag gyorsan felfedezte magának a horror játékok világát, és egy időben egymást érték a jumpscare horrorok. Tudjátok, ezek az olcsó, ijesztgetős fajták. Ezzel a hullámmal érkezett, és valamilyen megmagyarázhatatlan módon azon sikeresen felülemelkedett az Outlast. Szinte minden reakcióvideós tartalomgyártási lehetőséget látott benne, úgyhogy lényegében futó tűzként terjedt végig a neten. Nem is ok nélkül. Az Outlast nem merült ki az időről időre frázhozásban, hanem meglepően jól működő atmoszférát tudott teremteni. A Red Barrels pedig tette a dolgát, és ki is adta idén a folytatást. Nem fogok hazudni, az Outlast 2 iszonyú beteg és félelmetes játék. Nem is volt sok kedvem hozzákezdeni, mert néha még az első résztől is rossz emlékek bukkannak fel, és ezen a téren a folytatásnak sincs miért szégyenkeznie. A Resident Evil 7 után nagyon ismerős atmoszféra fog minket fogadni az arizonai szupályban is. A sztori annyi, hogy egy oknyomozó újságíró csapat érkezik a környékre egy meggyilkolt állapotos nő ügye után nyomozni, ám a helikopter rövid úton lezuhan, nekünk pedig a helyi sátánista talakokat kell kerülgetnünk. A sztori és a környezet rettenetesen beteg, lesz itt csecsemő áldozás, tömegesen elkövetett nemi erőszak, vallási őrület, rituális gyilkosságok, az összes reáloktatásról csoportosan lógó gyerekek, és az a trükk, hogy mindehhez sikerült egész összeszedett történetet pakolni a háttérbe. Lesznek itt frakciók a helyieken belül, kiábrándultak, áldozatok, meggyőződéses áldozatok, stb. A helyszínek nem mutatnak túl a már rongyosra ismert horror helyszíneken, a vigyorgót bölcs megfontolással kihagyták, de lesz itt minden más. Kihalt iskola kietlen folyosóin fog végigkergetni minket egy rossz emlék, bolyongunk sötét erdők ködben úszó mélyén, apró szellemfalvak utcáit fogjuk róni lopva bepillantva a házak ablakain, hegyet mászunk, hegyoldalon bukdácsolunk, és mindezt tesszük olyan mérhetetlen sötétben, amiben még a kameránk éjjellátója sem lesz mindig megnyugtató társunk. Azt kell mondjam, hogy 2017 eddig rettenetesen erős horror téren, és mindezt csupán a Resident Evil 7 és az Outlast 2 ismeretében állítom. Nagyon erős atmoszférát teremtett a Red Barrels. A játéktér kiterjedésének figyelembe vételével, ha nem is erősebbet, mint az első részben, de egy észrevehető ingadozással, amire később kitérek, lényegében folyamatosan szinten tartja a horror hangulatot. Volt, hogy könyörögtem már egy ponton túl egy pisztolyért, egy puskáért, vagy legalább egy csavarhúzóért, hogy ne legyünk olyan kilátástalan helyzetben, mint amilyenben egy Outlast esetében eleve kerülünk. És fú, amiken keresztül megy hősünk, az a nagybetűs szenvedés. Ez az a határ, amit a AAA játékgyártás egy jó ideig nem fog feszegetni. Az emberi gonoszságnak olyan árnyalatait tárja elénk az Outlast 2, hogy ennél már csak az lenne elkeserítőbb, ha a készítők bejelentenék, hogy támadt ötletük a folytatásra is. Előre félek. Azt meg már nem is hangsúlyozom, mert enélkül is ékes szólóan önmagáért beszél, hogy a játék látványvilága abszolút megfelel a 2017-es elvárásoknak. Igényes, szép, nem túl gondolt, nem túl munkált, az indie mezőny kategóriáján belül simán a AAA kategória. Rendben van az egész, igen, gondolom halljátok a hangomban, hogy valamit nem mondok el. Csak akartam, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy ez egy remek játék. Mindent alárendeltek a horrornak, a félelemnek, a borzongásnak és a megbotránkoztatásnak. És amikor azt mondom mindent, akkor úgy gondolom, hogy mindent. A történetet, a játékmenetet, a cselekményt, szó szerint mindent. Ez pedig szerintem nem volt a legbölcsebb döntés, tekintve, hogy a horror miben létét éppen a körülményekkel adják. Nem pusztán az, hogy olyan díszletelemeket kapunk, mint a szurdok, a bánya, a folyó vagy a vágóhíd, hanem az érzés, hogy nem vagyunk urai annak, hogy mi fog velünk történni a következő pillanatban, mert olyan erők ellen küzdesz, akik ellen kilátástalan harcot vívsz. Itt ezt a kilátástalanságot nem azzal éri el a játék, hogy rákényszerít a helyzetek megoldására, hanem hogy megpróbáljuk az adott játék szakaszt újra és újra, hogy legközelebb ne jobbra, hanem balra forduljunk azon a folyosón, vagy gyorsabban forduljunk el futni, mint a nyúl. Ez persze az előző Outlastben is így volt, csak sajnos ez a recept jottányit sem változott azóta, ami egyébként nem baj, csak ezért mondtam, hogy a folytatásban minden egyes kódban leütött karakter egyetlen célt szolgál, azt, hogy féljünk, megijedjünk, és nem az Outlast recept tovább gondolását. Én pedig sajnos vagyok annyira konspiratív, hogy hajlamos vagyok feltételezni a marketing szándékot emögött, nevezetesen, hogy a YouTube-ot hálóként beszövő reakcióvideósok sokaságának legyen miből tartalmat gyártani a idén is. Ott nem fontos a történet megértése, csak az, hogy minél hangosabbat üvöltve szarjon be az illető a következő pillanatban. Ez egy tök jó dolog, csak ez egy kirakat szándék, és amikor a játék fókuszpontja a játékon kívülre van helyezve, az eredményezhet olyan felemás végeredményt, mint amilyenekből az Outlast 2-nek is kijutott. És Gellert is kap a dolog. Az Outlast 2 ugyanis a játék utolsó harmadára minden puskaporát ellövi. Nem azt mondom, hogy egy séta lesz a parkban, de a horror atmoszférát átveszi a szívassuk a játékost amennyire lehet. Valamiért eljutni a nőnkig a bánya gyomrában nekünk arasznyi pallókon átvezető kihívás, míg a többiekből nem igazán nézném ki, hogy cirkuszi artistákat megszégyenítő mozgáskultúrát tanulnának az ember áldozattal látszó délutánok közti időben. Ugyanez igaz a sztorira. Az iskolás merengések is bár érdekesek, de egyfelől túl sok van belőle, és többnyire csak rettentő idegesítőek,
Másfelől, hiába derül ki, mi történt a múltban, azt nem tudjuk meg ennek miköze a jelenhez. Spekulálni persze lehet, de a jelen szál is annyi kérdést hordoz magában, aminek a megválaszolása is csak immelámmal sikerül. Ez azért sajnálatos, mert az Outlast és társai voltak évekkel ezelőtt a bezzeg példa az olyan gyártókkal szemben, mint a Capcom vagy a Konami, hogy az atmoszférikus horror gyártása nem millió dollárok kérdése. Jelenleg azt kell mondjam, hogy kategóriáján belül Resident Evil 7, ha nem is erősebb, de hosszú távon stabilabb hangulatot szállított idén, mint az Outlast 2, ami inkább egy fogócska szimulátor lesz a végére. Ettől függetlenül a horror szerelmeseinek nem is lehet kérdés, hogy az Outlast 2 egy megkerülhetetlen alkotás, ahogyan annak DLC-je is, mert hogy lesz, sőt kell, hogy legyen, azt tuti. Én minden esetre köszönöm a Red Barrelnek az idei frászt is, mert habár szerintem a folytatás nem lett olyan erős, mint elődje, de most is égő lámpa mellett mertem csak elaludni. Sziasztok!